A hírközlési érdekegyeztető tanács elnöke szerint a digitális jólét program az ipar és a szolgáltató szektor számára egy nagy lehetőség, jelentősége az összetettségében van. A hálózatfejlesztéstől a kompetenciafejlesztésig, a szolgáltatásokig, a szolgáltatások biztonságáig, azokig a gyermekvédelmi intézkedésekig, amelyekkel szintén foglalkozik a program, az adózási kérdésekig, a megfelelő díjcsomagok kialakításáig, ezek mind-mind azok az eszközrendszert teremtik meg, amelynek a megfelelő felhasználásával a digitális jólét megteremthető. A szélesebb fejlesztésről már régóta beszél a szakma. Ez az alapja annak, hogy a digitalizáció területén eredményeket érhessünk el. A szolgáltatók közül az MVM-net vezérigazgatója azt mondta, egy hónapon belül kiépítenek egy 450 MHz-es mobil hálózatot, amely olyan területeken is biztosít internetet, amelyek a mostani három szolgáltató figyelmén kívül esnek. Alapvetően az MVM-net a saját gerinchálózati szakaszait fejleszti elég dinamikusan, illetve az említett GINOP-os forrásoknál esetében mi is megpróbálkozunk azzal, hogy néhány területen járásnak a megpályázásával saját lefedőhálózatot létesítsünk. Itt mindenhol már kizárólag mi esetünkben optikai elérésről gondolkodunk, ezt tervezzük. Annak érdekében, hogy ne csak az előírt 30 megabit per szekundumos letöltési sávszélességet tudjuk biztosítani, hanem ez egy időtálló megoldás legyen. Kövesi Gabriella azt hangsúlyozta, hogy a program létrehozásához az iparágban példátlan összefogásra van szükség. Azt gondolom, hogy így elemeket kiragadni, azok valószínűleg önmagában egy fecske sem fog nyarat csinálni. Ahogy beszéltünk róla, hálózatfejlesztések korábban is voltak, azok a hozzátartozó kiegészítő pillérek nélkül talán nem érték el azt az eredményt, amit korábban vártunk tőlük. Tehát most azt gondoljuk, hogy ez a program egésze, hogyha az összes pillért megfelelően toljuk alá a hálózatfejlesztéshez, illetve az hálózatfejlesztést alá toljuk a pillérekhez, akkor tud egészében eredményt és áttörést elérni. Önök a hét mit tudnak tenni annak érdekében, hogy a lehető legjobban vizsgázzon majd ez a program? Összegyűjtjük a legjobb piaci gyakorlatokat, kialakítunk konzultációs fórumokat saját magunkon belül is, elvégzünk egy csomó olyan előzetes koordinációs feladatot, amelyet különben egyenként kellett volna, tehát mi magunkat összerendezzük, összeszervezzük, és ezért hatékonyabban fogunk tudni a program és a fórum munkájában részt venni. A digitális jólét program a digitális ökoszisztéma valamennyi szereplőjét érinti. A kormány határozott szándéka, hogy a programot az érintettekkel együtt, velük folyamatosan konzultálva valósítsa meg. Az egyeztetésben az egyik fő partner a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács. Az NHIT-nek hogyan van köze a digitális jólét programhoz? Melyek azok a területek, ahol begyűrűznek? Hát egyrészt általánosan. Tehát a szervezet az azért jött létre, hogy a kormánynak az informatikában és a távközlésben tanácsot adjon. Másrészt pedig konkrétan is vannak olyan kormányhatározatok, amelyek felkérik különböző tanácsadásra, illetve rendszerek kifejlesztetésére, üzemeltetésére is az NHIT-t. Ilyen például az a szakértői adatbázis, amit föl lehet majd használni például az EU pályázatok bírálatakor, maguk a pályázatoknak a véleményezése. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy az NHIT ezekbe döntést nem hoz, tehát a tanácsadószer vagyunk, illetve azoknak a technológiáknak a vizsgálata, módszereknek a vizsgálata, amiket kiválaszthatnak a program végrehajtása során. Az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár azt mondta, a digitális kompetenciák fejlesztése a kormány céljai között is szerepelnek. Mint egy 18 milliárd forint áll rendelkezésre a GINOP 6-os prioritásból arra, hogy 200 ezer ember, ugye ez egy vállalati indikátor, részesüljön infokommunikációs képzésben. Ehhez egységes módszertant, képzési keretrendszert, tananyagot fogunk rendelkezésre bocsátani. Mostani állás szerint, és ezt tartani is fogjuk, szeptembertől indulhatnak ezek a képzések. Tehát addigra a képzőintézményeket kiválasztjuk, a kész tananyagot és követelményrendszert megkapják. Azt gondolom, hogy ez alapvető fontosságú, és egy digitális jólét abból indul ki, hogy valamilyen módon, hogyha lesz egy kedvezményes internet alapcsomag, akkor mindenképpen a képzéshez kellene kötni annak az igénybevételét,
részvételének a lehetőségét. Ahhoz, hogy a képzésnek értelme is legyen, Solymár Károly Balázs kiemelte, hogy kedvezményes áron kell az internetet eljuttatni a családokhoz. Szolgáltatókkal közösen fogunk kidolgozni egy olyan valamilyen szinten nyilván korlátozott alapcsomagot, ami kedvezményes áron, és lehetőség szerint mindenki számára elérhető lesz. Ez a csomag tehát nem lesz korlátlan adatforgalmú, és nem is lesz ingyenes. Van azonban a programnak egy a lakosság számára költség nélküli része is. A tervek szerint minden település egy közterületén és egy közintézményében ingyenesen lehetne wifi szolgáltatást igénybe venni. Szijjártó Zoltán, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség elnöke az oktatással kapcsolatban arról beszélt, hogy fejleszteni kell a lakosság digitális kompetenciáit. Helybe kell menni. Na most innen a kifű, ahol alapvetően egy pesti intézmény, nem tud lemenni a végekre és minden helyre, és ezért van egy úgynevezett, erről már sokan hallottak, ez az E-Magyarország hálózat. Az E-Magyarország hálózat az ország nagyon sok pontján, mondjuk 1000 ponton, vannak e-tanácsadók, akik abban a körben ismerik, hogy kik azok a akik eddig nem érdekelte őket valamilyen szempontból, és ez a fajta meggyőző tevékenység, tehát ez a része, amit erősíteni kell. Major Gábor, az Informatikai és Távközlési Vállalkozások Szövetségének főtitkára az informatika oktatás hiányosságait hangsúlyozta. Felméréseik szerint Magyarországon 22 ezer informatikus hiányzik. Ahhoz, hogy ez a szám csökkenjen, meg kell akadályozni, hogy a diákok lemorzsolódjanak a felső oktatásból, meg kell reformálni a felnőtt képzést, és javítani kell az informatika tanárok képzettségét. Az oktatásnak sokkal nagyobb bajai vannak annál, mint hogy digitális vagy nem, viszont a digitális oktatás lehet az, amivel egy picit tudunk időt és kvantumot ugrani abban, hogy mennyire érjük utol magunkat, és mennyire tudjuk ledolgozni a lemaradásunkat. Ugye, egy picit megint csak térjünk, hogy milyen digitális forradalom zajlik a világban, mert amiatt kell a digitális oktatás is. Ugye, a jövő innovációs problémáit és a jövő munkaerő problémáit az informatikusok, vagy mai értelembe vett informatikusok fogják megoldani. Tehát egy agráriumban dolgozó ember csak azt fogja tudni megmondani, hogy milyen problémája van, maga az innovációs válasz, az ma már az informatikából jön 80-90%-ban, a többi anyagtechnológia és egyéb. Tehát mindent kvázi az informatikusok fognak megoldani. Bancsics Ferenc, a Belügyminisztérium politikai főtanácsadója szerint az elmúlt időszakban jó pár intézkedés történt a közszolgáltatások területén is azért, hogy szélesebb körben terjedjenek el az infokommunikáció eredményei. Ilyenek voltak az ügyfélazonosítása, alkalmas eszközök bevezetése, vagy az elektronikus ügyintézési törvény. A közigazgatási szolgáltatások vagy a közigazgatási ügyintézés tekintetében például az elmúlt évben elindult egy 2400 településre kiterjedő ügysegédi rendszer, ami gyakorlatilag a kis településeken megjelenik egy a közigazgatás rejtelmeivel jártas kolléga, aki a hozzáforduló közigazgatási ügyekben az állampolgárokba a konkrét ügyintézésben segít. A 10 leggyakoribb ügyet kellene ugye interneten elérhetővé tenni. Ezt már Gódor Csaba, a miniszterelnökség főosztályvezetője mondta az elektronikus közigazgatással kapcsolatban. Ez a terület is a digitális jólétprogram egyik elemét képezi, de a munka nem egyszerű, hiszen sok olyan ügytípus van, amit nem lehet digitalizálni. Megnézzük a forgalmi statisztikát, az ügyforgalmi statisztikát, és azt mondjuk, hogy melyik az az ügy, ami a legnépszerűbb és a leggyakrabban intéznek állampolgárok ezek közül. Mi ezt tekintjük leggyakoribb ügynek. Meg is néztük, igazából ezzel csak egy probléma volt, hogy a 10 leggyakoribb ügyből több mint a fele a személyes jelenlétet igényelt valamilyen szinten, valamilyen biztonsági elem vonatkozásában, vagy pedig mivel azt nem lehet egyszerűen digitalizálni, mondjuk a végterméket ezzel mi kapcsolatban. Mi az első három? Például az utazással kapcsolatos költségtérítésnek az elszámolása, ami ugye elég problémás ebben a vonatkozásban. Mert a munkavállalóknak a külföldi munkavállalók? Nem, hanem az, amikor valaki mondjuk egy egészségügyi szolgáltatást igénybe vesz, és akkor ugye, hogyha a lakóhelyéről elutazik az adott egészségügyi helyszínre, akkor elszámolhatja a jegyet. Na most ugye ezt a jegyet, ezt fizikailag nem lehet, tehát lehet digitalizálni, mert beszkennelem, csak ugye az nem tekinthető hitelesnek. A kormány határozata feladatok végrehajtásához határidőket rendel, az érdemi munka még csak most kezdődik, mondják a szakemberek. Ha azt kérném, hogy most vessünk egy kicsit számon, hogy hol tartunk a digitális jólét programban, elhangzott kompetencia, gazdaság, fejlesztés, oktatás, nagyon-nagyon sokrétű a terület, akkor mit mondana, hogyan állunk, hogy teljesítünk? Hát ez elég jól mérhető, mert határidők vannak a kormány határozatban, egy meglehetősen hosszú forrásról van szó. Most még, ugye ez decemberi a határozat,
Szerintem mindenki nagyon nagy elemmel vetette bele magát a munkába. Maga a fogalomkör, amit használ a digitális jólét, az is jó, mert megpróbál elszakadni attól a technológiai gondolkodásmódtól, ami általában az informatikai és távközlési fejlesztéseket jellemezte, fókuszba az eredményt állítja. Az pedig maga az embereknek a digitális jóléte, az a képesség, hogy a modern világban tanulni tudjon, dolgozni tudjon, szórakozni tudjon, és az emberi kapcsolatokat is meg tudjuk ezen átteremteni. Ez egy nagyon új dolog, hogy maga egy ennyire humán funkció, mint az emberi kapcsolatok, az is ma már a digitális társadalomra épül. Gondoljunk csak azokra a nagy hálózati kapcsolattartó rendszerekre, amiket sokan ismernek. Nagyon a folyamat elején vagyunk még, ugye december 17-én jelent meg a kormányhatározat, ezt fontos tudni, hogy ez kormányhatározat, nem kormányrendelet, tehát az a különbség a rendelet és a határozat között, hogy ez a közigazgatás szereplőire nézve tartalmaz határidőket és feladatokat, tehát a piaci szereplők egyelőre még egy ilyen várakozó állásponton vannak, és a konzultációkban fognak majd részt venni, de gyakorlatilag végrehajtható elemei még piaci szereplői szinten ennek nincsenek.